Miseta Tiborné a Balatonnál él olyan környezetben, amelyben még sokáig szeretne gyönyörködni. A különös betegség, amellyel szembesülnie kellett és amelyről most Varga Gábor hatóanyagkutatónak mesél, általában a bőrünkkel és az intenzív napsugárzással érintkező emberi szervezettel kapcsolatban szokott eszünkbe jutni. A hölgy esetében azonban a melanómának egy nagyon ritka előfordulási fajtáját mutatták ki az orvosok. Balaton melletti faluban beszélgetek Marikával, akinek egy nagyon ritka, különleges betegsége van, amely talán annak ellenére, hogy ritka, nagyon sok embert fenyeget, hiszen melanómáról van szó. Csak a melanóma előfordulási helye különleges és ritka, mert a szemfenéken fordult elő. El tudná ezt mesélni, hogy hogyan vette ezt észre, vagy hogyan kezdődött a betegség, és mikor pontosan? 2015-ben egy rutin személyzeti vizsgálatra jelentkeztem, és hát ott említettem a doktornőnek, hogy a jobb szememmel egy kicsit rosszabbul látok, mint a ballal, és akkor mondta, hogy hát akkor nézzük meg a szemfeneket, hogy esetleg nincs-e valami ott, ami ez okozza, és akkor derült ki, hogy hát ott van valami, de még ő nem mondott konkrétat, hanem tovább küldött egy városi kórházba, és akkor ott is megnézték, és mondták, hogy hát ez sajnos melanóma, és tovább kell mennem Debrecenbe, mert ott van az országban az egyetlen szemészeti klinika, ahol ezzel a betegséggel foglalkoznak, és igazából ott gyógyítják. A szemgolyó falában található pigment sejtekből kiinduló rosszindulatú daganatforma a korioid melanóma. A szemgolyó falát három fő réteg alkotja. A középső rétegben futnak az erek, amelyek a szem működéséhez szükséges szövetek vérellátását biztosítják. A pigment sejtek ebben a középső, erekben gazdag rétegben helyezkednek el, és ezek a pigment sejtek határozzák meg a szem színét is. A rosszindulatú sejtburjánzás, a melanóma leggyakrabban ebben a középső rétegben indul növekedésnek. A szemgolyó melanóma, szaknyelven korioid melanóma, a leggyakoribb rosszindulatú daganatformája a szemnek, de előfordulása még így is ritka. Magyarországon évente 50-70 új esetet regisztrálnak. A frissen felismert betegek átlag életkora 55 év, de ez széles határok között mozog. A betegség bármely életkorban előfordulhat, nincs igazán tipikus előfordulási életkor. A betegség világos bőrű és kék szemű egyénekben nagyobb gyakorisággal fordul elő, mint a sötétebb bőrű emberekben, de ennek az okát a kutatók a mai napig nem azonosították. Eleinte arra gondoltak, hogy a napsütés erősségével és a napsütésben töltött idővel arányosan növekszik a korioid melanóma előfordulási gyakorisága, de ezt a statisztikai vizsgálatok egyértelműen cáfolták. Ma leginkább genetikai meghatározottságot sejtenek a kutatók a háttérben. A korioid melanóma tünetszegény betegség. Amikor a betegség előre haladott állapotba kerül és tüneteket okoz, akkor a leggyakoribb panasz a villódzó fények, a látott kép torzulása vagy úszkáló foltok megjelenése, ritkábban a látáséleség romlása vagy a színlátás zavar jelentkezik. A kisméretű melanómák csoportjában a kezelés megkezdése nem feltétlen indokolt, sok esetben elegendő a várakozás és a megfigyelés. A közepes méretű melanómák csoportjában a sugárkezelés a választandó terápia. Rövid időn belül, egy hét alatt elintéződött, hogy bekerültem Debrecenbe. Következő nap pedig már az első műtétet, ez egy ilyen ruténium applikátor, amit a szemembe beültettek, és ez bent volt 6 napig, és utána pedig kivették. És végül is ez a sugárkezelés, amit én kaptam erre a melanómára. Először egy hónap után kellett mennem kontrollvizsgálatra, aztán 3 hónap után, és végül is most már annyit elértünk, hogy most már elengedtek, egy évben egyszer kell mennem végül is rutinvizsgálatra, de közben még állandóan kell onkológiai ellenőrzésre mennem, mert végül is ennek a betegségnek az a hátulütője, hogy áttéteket okozhat, és ez miatt állandó onkológiai felügyelet alatt vagyok. Tehát a maga a melanóma akkor benn maradt a szemfenében? Benn maradt, igen, és a vizsgálatoknál azt nézik, figyelik, hogy ez most, tehát igazából ennek össze kell egy kicsit zsugorodnia, ami meg is történt,
és most a jelenlegi állapot az úgy néz ki, hogy stagnál, tehát nem lett se kisebb, se nagyobb, és ezért most már elengedtek egy évre, tehát egy év múlva kell visszamennem kontrollvizsgálatra. Tehát áttétek se képződtek? Nem képződtek áttétek, rendben volt az összes eredményem. A korioid melanómában szenvedő betegek halálozását mindig a metasztázisok megjelenése okozza. Statisztikai adatok alapján ismert, hogy a metasztázisok 50%-ban a diagnózis felállítása után 15 évvel jelennek meg. Leggyakrabban a májban, a tüdőben és a csontokban jelenik meg a metasztázis. A metasztázis megjelenése után a túlélés esélye drasztikusan lecsökken, például májmetasztázis megjelenése után az átlagos túlélési idő mindössze 6 hónap. Az elmúlt 30 évben az intenzív kutatások ellenére a metasztázis következtében bekövetkező halálozás arányát nem sikerült javítani, annak ellenére sem, hogy a kutatások már a korioid melanoma genetikai hátterét is feltárták. Alternatív terápiaként apigenint használ. Azt mióta kezdte el ezt használni? Hát az apigenint azt hamarosan, miután a betegség, tehát túl voltam a műtéteken, ajánlották nekem a apigenint, gyógygombát, hogy ne legyen áttét. Hogy az immunrendszert kell erősíteni, és akkor igazából van rá esély, hogy nem történik semmi komoly baj. Nagyon kevés olyan természetes anyag van, ami az áttéteket hatékonyan tudja gátolni, az egyik ilyen az apigenin, és az apigenin nem egyszerűen csak az immunrendszert szabályozza, hanem kimutatták a legtöbb tumortípusról, amit megvizsgáltak, hogy jelentősen képes gátolni az áttéteket, mégpedig éppen azokat a növekedési faktorokat blokkolja vagy gátolja, amit a legtöbb tumorgátló biológiai terápia céloz, ezek az új úgynevezett biológiai válaszmódosító gyógyszerek, amiből már nagyon sokféle van Magyarországon is elérhető, és az apigenin gyakorlatilag ezeknek a tumor vagy biológiai válaszmódosító gyógyszereknek a természetes megfelelője, hogyha lehet ilyet mondani, és ez ezért jelentős a melanoma szempontjából, főleg egy olyan esetben, ami gyakorlatilag operálhatatlan. Ismer másokat, akik hasonló helyzetben voltak, és el tudna mesélni a történetüket, és összehasonlítani az ön esetét ezekkel az esetekkel? Hát igen, mondjuk régebben, amikor még nekem nem alakult ki a betegségem, soha nem hallottam erről a betegségről, és nem is foglalkoztam vele, de azóta már több embert ismerek a környezetemben, aki szintén ugyanezzel a betegséggel szenved, és kettő ismerősöm is van, akinek igaz, hogy egy kicsit nagyobb volt a daganat a szemében, mint az enyémnek, de sajnos el kellett távolítani a szemét, azt a szemét, amelyikben a daganat volt. Tehát azok, akik nem használtak apigenint, ezek szerint nem volt ilyen stabil a tumor helyzete. Időközben elkezdett más terápiás eszközt használni még? Másfél héttel ezelőtt kezdtem el a C-peptid spray használatát, és hát ezt is annak az eredményére, hogy ne legyen áttét a szervezetemben, és hogy ez is erősítse az immunrendszeremet. Ez nagyon érdekes, a C-peptid spray melanomára történő alkalmazása, hiszen 2018-ban jelent meg az első cikk arról, hogy egyébként a szervezetben lévő, nagy mennyiségben lévő peptid, fehérje, a C-peptid, ami az inzulinnak a rokona egyébként, de nem nincs inzulin vagy cukorhatása direkt. Tehát ez a fehérje képes gátolni a melanoma áttétképződését. Ezt kimutatták azoknál abban a szervezetben, ahol a C-peptid nagy mennyiségben jelen van, ott a vérerek nem engedik át a melanoma ráksejteket, hogy megfertőzzik a többi szövetet az emberi szervezetben. Tehát van egy direkt áttérgátló hatása a C-peptidnek az egész emberi szervezetben. Ezen kívül van egy indirekt áttérgátló hatása a C-peptidnek, amely úgy működik, hogy a C-peptid képes regenerálni az idegrendszert. Kimutatták, hogy képes aktiválni, erősíteni a paraszimpatikus idegrendszert, vagy az úgynevezett bolygó idegrendszert. És ez a bolygó idegrendszer, ez egy áttétgátló mechanizmus gyakorlatilag. Megállapították, hogy azoknál, akiknél ez aktív, a bolygó vagy a paraszimpatikus idegrendszer, azoknál vagy nem képződnek áttétek, vagy hogyha már képződtek áttétek, akkor jóval tovább él, akár 2-3-szor hosszabb ideig él,
mint azok az emberek, akiknél ez az idegrendszer, ez a paraszimpatikus idegrendszer gyenge. És amúgy is a paraszimpatikus idegrendszerrel nagyon pontosan lehet mérni, hogy ki meddig él, mert azoknak, akiknél erősödik, az hosszabb ideig él jelentős mértékben. Mit szóltak az orvosok az ön állapotához, hogy így ilyen stabil maradt? Vagy a rokonok, hozzátartozók mondtak-e valamit róla? Mindenki nagyon örült neki. Az onkológus bőrgyógyászom is azt mondta, hogy nagyon örül, hogy jól vagyok. Igazából ő sem mondott semmit, hogy most ez mitől. Illetve ő neki nem is mondtam el azt, hogy milyen vitaminokat, illetve hogy szedem az apigenin, tehát ő nem tud erről. És a szemész orvosomtól egyszer kérdeztem, hogy lehet-e esetleg valami alternatív módszert alkalmazni. Ők azt mondták, hogy ők nem zárkoznak el semmitől, azt teljesen rám bízzák, hogy én mi az, amit esetleg még pluszban az egészségem érdekében fogyasztok.